Folytatjuk a beszélgetést ifjabb Carlo Ponti karmesterrel, Sofia Loren fiával, aki azért van Magyarországon, mert hamarosan koncertet ad Székesfehérváron. Mindjárt a fehérvári koncertről, de előtte arról, hogy a szervezővel, Major Istvánnal önök Bécsben ismerkedtek meg. Azóta tart ez a jó barátság? Vagy régóta tervben volt már ez a Musica Sacra koncert? I've known István for a long time. Istvánt régóta ismerem, mert együtt voltunk a Bécsi Zeneakadémián. Együttműködésünk már régebbre is visszanyúlik, mert remek cselló művész. Sőt, a zenekarban már az első fellépésemen is ott játszott Budapesten, talán 2008-ban vagy 2009-ben történt. És a cello szekcióban játszott, úgyhogy, ahogy mondtam, a bécsi évekből ismerem, szóval ez régi. Nézzük akkor a fehérvári koncertet, ez a nemzeti emlékhelyen lesz. Tavaly Pozzoliban, ahol az ön édesanyja Sofia Loren született, egy hasonló szakrális koncertet adott, igaz, ott Verdi volt az alaptéma, és nem Puccini, ahogy most lesz. Mennyiben más egy ilyen szakrális koncert, mint hogyha mondjuk a Toszkát, a Pillangó kisasszonyt, vagy a Bohém életet kellene vezényelni? Azt kell mondanom, hogy különböző, mégis hasonló koncertekről van szó, hogyha a tavalyihoz viszonyítjuk, mert akkor is egy történelmi hely, egy templom, a Serapide nevű templom romjai fölött rendeztük meg a hangversenyt, de persze ott Verdi művei kerültek terítékre, nem pedig Pucciniéi. Az érdekes az a koncerttel kapcsolatban az, hogy most igyekszünk más oldaláról bemutatni Puccinit. Igyekszünk a központba helyezni a nem opera szerzőt, ha lehet így mondani. Elő fogjuk adni a szimfonikus prelűdöt, amely nagyon érdekes mű, mert ezt nagyon fiatal korában írta a mester, és nagy mértékben emlékeztet Wagner zenére, hiszen Puccini ebből a wagneri zenéből is igen sokat kapott. Tulajdonképpen gyakorlatként írta 21 évesen, amikor még nagyon lelkes és ígéretes tehetség volt, nyitott volt a környezetének a hatásaira, úgyhogy remélhetőleg élvezni fogja a közönség. Az előadásnak a központi műve pedig a Missa di Gloria lesz, amely egy nagyszabási mű, ezt is korán, sőt még korábban írta, szintén diploma darabként. És természetesen nagyobb művek is megszólalnak majd, nagyon szép. Carlo Ponti, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és említsük meg, hogy Puccini nagyon szakrális családból, nagyon vallásos családból származik, úgyhogy ilyen tekintetben is egy kiváló este lesz. Köszönöm szépen!